Július eleje óta készül a 2017-2018-as bajnokságra a nyírbátori futballcsapat. Az egyetlen megyebeli NB3-as együttesnél nem volt túl nagy játékos mozgás, a négy távozó helyére négy új futballista érkezett. Az elmúlt szezont a nem túl jól sikerült hajrának köszönhetően a 11. helyen zárta az Ambrusz Árpád által irányított Bátor, amely összességében magabiztosan maradt bent a harmadosztályban. Bár augusztus végéig lehet igazolni, a keret szinte véglegesnek mondható, és a célokat is megfogalmazta a klub elnöke. Teljes mértékben még nem alakult ki a keret, még egy játékos érkezésére számítunk. A távozók az Lakatos László, Illés Gyula, Sipos Tamás és Kinál Gábor. Az érkező oldalon Pálinkás Gergő, Vámos Márk, Fenyőfalvi Csaba és Nagy Attila, akik érkeztek. Ugye létszámcsökkentés volt, tehát elvileg erősebbnek kellene lenni, de viszonylag sok új csapat van. 6 megye első osztályból feljutó csapatot is ide soroltak a keleti csoportba. Róluk még most kezdjük az információkat begyűjteni, nem tudjuk, hogy ők milyen erőt fognak képviselni. A legutóbbi szezonban 18 gólig jutó Hornyák Marcell magasabbra emelte a mércét, a támadó a jövő hétvégén kezdődő bajnokságban szeretné átlépni a 20 gólos határt. Nagyon jó csapatunk van, fiatalok vagyunk, ugye dinamikusak, még igaz, hogy még egy picit össze kell szoknunk, mert jött egy pár új játékos. Szeretnék ugye minél több gólt lőni, tavaly kitűztem a 20-at célul, sajnos nem jött össze sérülés miatt, az utolsó 2-3 meccsen nem játszottam, most mindenféleképpen többet szeretnék lőni, mint 20. A 21-es szendő saját nevelésű Terdik Zsolt legutóbb 7 gólt szerzett. A fiatal játékos merész célokat tűzött ki a következő szezont illetően. Mindenképpen még több gólt szeretnék rúgni, 10 felett szeretnék. Hát egy harmadik helyet mindenképp a csapatnak. Az első 3-at benne szeretnék lenni. A Nyírbátor szombaton Debrecenben tartja a bajnoki főpróbát, majd augusztus 12-én a nyitófordulóban Balassagyarmaton lépnek pályára Hornyákék.